Sziasztok, hoztam nektek egy nagyon érdekes ilyen modern metal figurált likket, méghozzá H-mollba. A backing tracket, ha beírjátok, hogy B minor metal guitar backing track, akkor kihoz egy ilyen kék erősítő háttér lesz, de egyébként berakom szerintem majd a leírásba. Itt próbáltam egyszerűre venni a dolgot, és épp ez a szépsége, azt csinálom, hogy itt a H moll pentaton első pozíciójából kiveszek először is négy hangot, ami így fog kinézni, hogy alaphang, kis terc, tiszta kvárt, tiszta kvint. Ez lesz az első kis négy hangos figura részletünk, tehát ezt is már alternét váltott pengetéssel csinálom. Utána pedig csinálok egy arpeggio helyettesítést a H-mollra, ez egy D maj 7 arpeggio lesz, méghozzá a cis hangról kezdve, tehát a D maj 7-nek a 7-es hangjáról kezdve. Hogyha még nem tudjátok ezt annyira elméletben, most egyenlőre az se baj, az a lényeg, hogy ezt a kis könnyű figurát megtanuljátok, így néz ki. És érdemes ezt így megtanulni a H-ra játszani, mert akkor egy szép H-moll 9-es hangzást fogunk kapni. Egybe így néz ki a figura, ezt a kettőt megismétlem egymás után. Utána egy oktávval feljebb ilyen egyszerű dolgunk van. És még egy oktávval feljebb a 12. bundból. És nyújtok. Bemutatom még egyszer az alapra. Jó gyakorlást, hogyha tetszett a videó, akkor nagyon megköszönöm, ha lájkoljátok és feliratkoztok a csatornámra még további ilyen jó és hasznos tartalmakért, és ha szeretnétek tőlem tanulni, akkor online tanítok, jó minőségbe, mindig videóanyagot is küldök óra végén, tehát nagyon egyszerű lesz a tanulás, és akkor keressetek bátran Facebookon Balázs Tóth, vagy pedig írjatok e-mailbe toszesz@gmail.com. Sziasztok, jó gyakorlást!